they say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. Now I'm back to see you dance just one more time. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. Take a breath, take it deep, calm yourself, says to me. Sziasztok! Szép jó napot vagy Sziasztok. Estét kívánunk mindenkinek. Hát nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagyunk mi, és hogy itt vagytok ti is. Ugye nekünk ez az év első koncertje, és sok szeretettel üdvözlünk minden kedves nézőt élőben a Japanikából. Az az én kamerám. Egy rövid kis műsorral készültünk nektek azokból a feldolgozásokból, amik az elmúlt egy évben általunk el lett játszva, fel lett dolgozva. Ilyen volt például most ez a kis mashup egyveleg tőlünk. Békefi Vikivel, a párommal csináltuk ezt a mashupot, és nagyon szépen köszönjük Józsinak, hogy itt van és színesíti az egész produkciót. De hogy ez egy olyan mashup volt, ahol a kedvenc dalainkat összeszedtük, ez volt az első feldolgozásunk. Így van, az első karantén kezdetekor kezdtünk el így együtt muzsikálni, és akkor született ez a feldolgozás, és azért kapta ezt a címet, hogy Maradj Otthon mashup. Hashtag Maradj Otthon mashup, mert hát akkor indultak a korlátozások, és ezzel egy kicsit szebbé akartuk tenni az otthon töltött idejüket az embereknek. Így van. Következő dalnak egy olyan dalt hoztunk, ami egy kicsikét kapcsolódik a Sztárban sztár leszek műsorhoz, amivel ugye mi Vikivel megismertük egymást. Ez pedig nem más, mint Pápa Jocinak az Origó című dala, amit én vittem még a válogatóra, és egyébként... Az első körös meghallgatása, én is elvittem ezt a dalt. Szóval jobban csináltam. Nem igaz. Szóval ezt mind a ketten énekeltük, és nagyon szeretjük. Igen. Így van. Úgyhogy most ez a dal fog következni. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Be kell csuknod a szemed, úgy láthatsz meg engemet, hogy meghódítsd a szívem, ismerned kell lelkemet. Ha nem kellek, hadd menjek, kis csavargónak születtem, kilottam már eleget, de az Isten lát engem, lát engem. Jölöm a lömöp, tördinnanna, jölöm a hazudtad az nekem, hogy nem számít a színem.
tudtad, barna a szemem, sosem változik bennem. Nem kérek már belőled, menj el innen, hagyj engem. Ne is lássalak téged, átkozott légy örökre, örökre. Y'all are my love man, daddy didn't end now. Y'all are my love man, all my love man. Y'all are my love man, daddy didn't end now. Y'all are my love man, all my love man, all my man. Szólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe, tudtam. Csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok. De az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható, ő a legfőbb kincsem. Sejtelmes erők loptak a gyerekben, féltek tőle. Látszik a szemekben, húrjaim támadnak. Sírnak a testekben, hiába is védek ki. Méreg a hangszerben, nagy tömegeket itattam át veled. Hallod a dallamot, már tudod a nevemet, hosszú az út. Sebek a hátamon, ezrek könnyei folynak a gitáromon. Yalla my love man, said it in the night. Yalla my love man, love my love man. Yalla my love man, said it in the night. Yalla my love man, love my love man, love my. Yalla my love man. Nagyon szépen köszönjük a virtuális tapsokat, füttyöket. Hát ez volt az Origó. A következő dal szintén kapcsolódik egyébként a műsorhoz. Igen, az az én dalom, illetve jaj, én énekeltem. Hát az utolsó előtt, mondom én, az utolsó előtti élő showban énekeltem. Nox, Forog világ, nagyon nagy kedvencem volt a Nox gyerekkoromban is. Nyertem egy karaoke versenyt 14 évesen egy Nox dallal, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem. Ez nekem is új info. Ez új info? Na, hát, jó, hát még nagyon sok mindent nem tudunk egymásról, így másfél év után, ugye? Na, úgyhogy most elhoztuk ezt a dalt egy nagyon jó kis feldolgozásban. Forog világ, sodorja fényre, vagy nem élek holnap már. Vad éjszakját megöl, bár csókkal vár. Ne bánts világ, ne ölej, ne érez, szerelmed jobban fáj. Ne játsz világ, eresz, ha boldogtál. Spieler
házat nem járom neki, ne hívd, ne láss, ne bánt világ, tiéd lett minden más szív. Hajnánanánaná, hajnánanánaná, elvágyom réges-régen máshová. Hajnánanánaná, hajnánanánaná, nem látok fényt, nem várok rá. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Lesek! Én nem csalátok oda. Egy olyan dal fog most következni, ami számunkra nagyon-nagyon kedves. Feldolgoztuk, bár feltölteni még nem töltöttük fel, de már engedélyt kaptunk egyébként a szerzőtől, aki nem más, mint Rácz Gergő, és az a dal fog most szólalni a mi előadásunkban, ami a 2020-as dalnak a győztes dala volt. Nem kell szerintem senkinek se bemutatni a Mostantól című dalt, úgyhogy mostantól ez fog szólni. Ez nagyon rossz volt, bocsánat. Nem, jó volt. Jó volt, jó, szóval akkor ez jön most. Igen, és miközben készülődünk, elmondom, hogy lehet feltenni kérdéseket nekünk, meg nyugodtan írjatok, mert lesz egy beszélgetés, ahol ezt meg fogjuk válaszolni, úgyhogy várjuk szeretettel. Meg vagyunk? Meg. Meg. Akkor kezdjük. Biztos ezzel megalázlak, de ne tévesszen meg a látszat, nem én kezdtem, levadáztak. Nem szerettem egy percre sem, esküszöm, most befejeztem, visszaírok, hogy ne keressem. Nehogy ez botlásom, valamit is elroncson. Vezekedj, kiabálj, valamit mondj. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Sohasem hazudok már, mostantól. Ez a szem nem igéz más, más, mostantól. Ez a kar nem ölel mást, mást, mostantól. Ez a test nem akar mást, mást, mostantól. Szép szavak, csak szép szavak, mondhatsz bármit, ha más mutat, rólad a tapasztalat. Sőttük együtt a terveket, de a legjobb rész most elveszett, hogy értsem meg, ha te sem érted. Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál. Oda van a csendélet, fáj, de ez nem lényeg. A levegő nehezebb szavaidnál, sose lesz ugyanaz már, mostantól. Ez a szem nem igéz már, már, mostantól. Ez a kar nem ölel már, már, mostantól. Ez a test nem akar már, már, mostantól. Ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál. Ezt
iszonyúan sajnálom, de azt fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Sosem mondodok már, ez a szem nem igéz már, már mostantól, ez a kar nem ölel már, már mostantól, ez a test nem akar már. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Elérkeztünk az első blokkunknak az utolsó dalához. Az az utolsó dal, ami egyébként nemrégiben talán a legfrissebb dal az életünkben, hiszen egy duett dalról beszélünk, ami nem olyan régen jött ki, és a Tűz címet kapta. Egyébként Kellner Dénes és Hubert Ritter, azaz Kali Dóra szerzeményében. Mit kell tudni a dalról? Mintha feltették volna ezt a kérdést. Eljátsszuk és utána elmeséljük? Igen, inkább igen, legyen úgy. Igen. Ez jó. Egy nagyon jó ötlet. Okay. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a Tűz című dalunkat egy gyors hangolás után. Egy viccet mondjak. Jó, írjatok vicceket, és akkor felolvasom. Nem működik? De működik. Mondtam, ne játsz a tűzzel, ha egyszer felébred, nem adja fel, még felfal, még feléget. Elpusztít mindent és meghagy parázsnak, nem segít rajtunk sem emlék, sem varázslat. Sötétség, sötétség, elárvult otthonok, túlnőnek rajtunk, ha velünk jött démonok. Elcsukló imádság, elárult istenek, mentsetek meg, ha már remények nincsenek. Késő, ez a csönd, ez a tűz lesz a végső, ami megmaradt belőlünk. Szép volt, álmodtunk arról, hogy ketten, hogy együtt, hát engedjük, engedjük el. Nézem, látod, titkaim nincsenek, ölesz, hogy megvédlek, késő már nem lehet. Félelmek, árnyékok, imbolygó házfalak, el kell vesznem, hogy még egyszer lássalak. Késő, ez a csönd, ez a tűz lesz a végső, ami megmaradt belőlünk. Szép volt, álmodtunk arról, hogy ketten, hogy együtt, hát engedjük, engedjük el. Nagyon szépen köszönjük. Egy pár pillanatnyi átállás szünetet szeretnénk tőletek kérni. Ez tényleg csak pár pillanat, úgyhogy maradjatok velünk, és nem sokára egy kis beszélgetéssel fogjuk folytatni.
Igazából be se akarok ülni beszélgetni, mert annyira hallgatnának titeket inkább onnan kintről, mert eszméletlen jók vagytok, és a kommentelők is pont ezt üzenik. Mindenki, úristen, de jó hangotok van, menjen még a buli, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik a műsort. Fel is szólítom őket, hogy kommenteljenek, kérdéseket is nyugodtan zenészeinknek, de addig helyettük is kérdezek egy párat. Ti vagytok most jelenleg Magyarország Shawn Mendeze és Camila Cabello-ja. Oh my God, what a titulus is it. Oh, hát ez nagyon kedves. Nagyon kedves. Arabból szóló előadónak indultatok, de mégis elkezdtetek nagyon gyakran közösen zenélni. Hogy lesz ez nálatok a jövőben? Igazából megyünk az árral, tehát hogy az, hogy mi együtt lakunk, az azért eléggé kézenfekvő a közös projektet illetően. Egyébként meg mind a ketten nyilván csináljuk a saját dolgunkat is, már majd akkor csinálni fogjuk, amikor majd lehet. Tehát, hogy én is ugye a szólómat, Viki is a szólóját, meg ugye ő színházban is nagyon erősen tevékenykedik. Tehát, hogy nálunk ez ilyen minden is van körülöttünk, de ez a közös projekt egyébként elég közel áll hozzánk a szívünkhöz, mert hogy amellett, hogy a magánéletben nagyon jó kijövünk, egyértelmű volt az első pillanattól kezdve, hogy zeneileg is pont annyira együttműködünk, hogy ezt kár lenne veszni, hagyni, tehát hogy mindenképpen ezt a közös projektet akár a szóló projektjeink mellett egyenrangúan ként fogjuk ezt kezelni és tolni előre. De akkor ezek szerint megmaradtok szólóként is, csak megvan a kis közös formációtok is továbbra. Abszolút, így van. Igen, így van. Igen. És mennyire avatkozik bele a magánélet a zenei karrierbe? Biztos, hogy már sokan megkérdezték, de nagyon érdekel, hogy mennyire tudjátok egymást terelgetni a saját zenei utatokon? Mennyire vannak konfliktusok dalválasztásokból? Ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis ő a pop műfajban van jelen jobban, én most ismerkedem a poppal, úgy jobban, illetve már egy másfél éve, én a színházban, és én viszem a színházi előadásaimra, illetve volt már olyan, hogy szerepelt is az egyik előadásban, úgyhogy így bevezetjük egymást egymás zenei világában, és igen, persze van összeszólalkozás, hogy ne, a feléneklésnél, amikor mondjuk én ideges vagyok, hogy nem tudom elénekelni, az így nem megy, és akkor le kell nyugtatni a szegénynek, és akkor ezt hallgatnia kell, de hát nyilván az a célunk, hogy jó produktumokat hozzunk ki, és a végén úgyis az lesz, ami a produkciónak jó, amit ő akar, igen. Úgyis az lesz, ami a produkciónak jó, nem az, ami mondjuk nekem, de ilyen büszkeség harcokat nem vívunk. Szóval, hogy így viccből most a tegnapi próbán mondtam a Józsinak, hogy persze volt egy ötletem, és azt is azt mondta a Jao, hogy nem jó, a másodikra is ez, de nem, egyáltalán nem így van. Csak jó volt a Józsikán egy kicsit elmondani. A kritikát mennyire viselitek egymástól jól? Egyáltalán van köztetek ilyen, hogy kritika? Szerintem azért úgy, én nem szoktam mondani semmit Vikinek, ő inkább nekem. Én ezt nagyon jól viselem. Én nem merem neki mondani, mert nem hát, igaz. Hanem... Nem igaz! Nem viccelek azon, hogy pont azért tudjuk talán elfogadni egymástól a kritikát, mert valahol mind a ketten kicsikét más zenei világban tevékenykedünk, és máshonnan jövünk, más stílus jegyeket ismerünk, és gyakorlunk nap, mint nap. Tehát, hogy amikor mondjuk musicalt énekelünk, mert van egy Disney medlink is, ott ugye csak Disney musical dalok vannak, ott például nagyon sokat segített nekem Viki, hogy hogyan is énekeljem. Aztán van az összes többi, amiben ő segített. És van az összes többi. Nem, hogy nyilván az van, hogy azért Viki hallgat rám, tehát hogy tudok neki mondani. Nyilván nem úgy kezeljük egymást, mint munkatársak, de közben meg nincsen az a vérig sértődés, ha esetleg valami olyasmit mondunk egy stúdió felvételnél, ami a másiknak mondjuk nem tetszik. Így van, meg nagyon szeretjük egymást dicsérni, és nagyon büszkék vagyunk egymásra. Úgyhogy ez tök fontos, hogy ez akkor jól működik. Igen. Nagyjából másfél éve vagytok együtt, de az ország, illetve a szórakozóhelyek kb. Annyi ideje vannak zárva. Voltatok már együtt egyáltalán koncerten? Most? Például most? Nem, koncert? Nem. Hát nyáron voltak koncertek azért tavaly. Tehát, hogy... Hát én voltam a ti koncertetek. Igen. Tulajdonképpen igen. De több koncerten. Igen. Van nekem más formációm, akikkel volt szerencsénk azért így a nyáron játszani, és ott mondjuk így voltunk. De az, hogy így mi ketten elmenjünk valamilyen koncertre...
Az sajnos nem volt még. Nem, talán nem annyira. De nem is nagyon voltak ugye olyan nagy koncertek, tehát ebből a szempontból nehéz lett volna. De mondtam Vikinek, hogy majd, ha visszajön a fesztivál szezon, akkor mindenképpen szeretném elvinni, mert ez egy nagyon-nagyon jó buli, nagyon feelinges. Igen, én még soha nem voltam fesztiválon. Na ne viccelj. Nem voltam. Cuki. Meg én nem is nagyon jártam szórakozó helyekre, szóval, hogy ez is újdonság nekem. Jáó dupla tehetségkutatósként, te pedig tehetségkutató győztesként, mennyire érzitek azt, hogy van rajtatok nyomás, hogy nehogy eltűnjetek a köztudatból? Ugye ez egy nagyon nagy jelenség, hogy a tehetségkutatósok általában egy ilyen fél évig szikráznak még így az ismertség egén. Hogy van nálatok ez? Mi nagyon odafigyelünk arra, hogy a közönségünket, akik elkezdtek minket mondjuk a közösségi oldalakon követni, meg ugye kapunk folyamatosan leveleket tőlük, hogy nekik adjunk, és ezért készítünk újabb és újabb feldolgozásokat, ezért vagyunk nagyon jelen a közösségi oldalakon, kérdezfelelekeket csinálunk, hogy jobban megismerjenek minket, de persze természetesen, hát amint véget ért a műsor, onnan indult volna be, ugye minden, és hát jött a lezárás, úgyhogy így otthonról tudunk így tevékenykedni, de reméljük, hogy szeretik, amit csinálunk, és csak bízunk benne, hogy velünk maradnak, amíg nem lehet menni mondjuk koncertezni. Igen. Igen. Nyilván megteszünk mindent, ahogy otthonról tudjuk kifele kommunikálni azt, amit szeretnénk csinálni, tehát hogy az elmúlt egy évben azért elég sok feldolgozást készítettünk, meg ugye megjelentek saját dalok is, most legutóbb a Tűz, azelőtt volt egy karácsonyi dalunk, tehát hogy így amennyire lehet a tempó, annyira szerintem hajtjuk is ezt a dolgot. Nyilván mindig lehetne többet, meg többet, de folyamatosan azért készítgetjük a tartalmakat, meg úgy próbáljuk fenntartani az érdeklődést. A tévéképernyőre terveztek visszatérni, vagy maradtok totálisan a zenélésnél továbbra is? Tervezünk. Nyitottak vagyunk mindenre, persze. Tehát, hogy mi otthon ülünk és várjuk azt, hogy megcsináljuk a telefon. Számomra szerintem, Viki, szia, lenne itt egy műsor. De a Jáó ne jöjjön. Jó, akkor nem vállalom. Akkor nem. Tehát, hogy jöhet bármi. Jöhet bármi. Igen, így van. Jöhet bármi. A Tűzben azért a komolyabb oldalatokat mutattátok meg ezt a nagyon szenvedélyes párt. Erről jutott eszembe pont egyébként Shawn Mendes és Camilla kapcsolata is. Melyik vagytok ti igazán, ez a szenvedélyes pár, vagy inkább ez a cuki vicces, mint amikor a live-ban is, ahogy látunk titeket? Mindkettő szerintem. Szóval, hogy szenvedélyesen vagyunk aranyosak és kedvesek és cukik egymással, mert mind a kettőt szeretjük és élvezzük. Igen, de ebben a Tűz című dalban végre megmutathattuk a szenvedélyes oldalunkat, mert hogy a közösségi oldalakon is inkább azt mutatjuk meg, ahogy így otthon viselkedünk egymással, szóval, hogy nyilván cukiskodunk egymással, meg viccelődünk egymással, nálunk a humor az nagyon jelen van a kapcsolatunkban, és működik is, hál' Istennek. Nagyon jó humorérzékem van, úgyhogy csak viccelek. De ezt komolyan kell mondani. Nagyon jó humorérzékem van, tehát persze, hogy jó kijövünk. Na igen, egymással. De hogy nagyon örültünk neki, hogy egy ilyen dalt kaptunk, és táncoltunk is a videoklipben, szóval azt is a saját kapcsolatunkból tudtuk így kiépíteni, hogy amellett, hogy megcsináltuk a mozdulatokat, amiket megtanultunk, amellett így a saját kis szenvedélyes kapcsolatunkból merítkezve meg tudtuk tölteni, szóval nem csak az volt, hogy ellötyögtünk, hanem megcsináltuk szerintem. De új volt számunkra abszolút, tehát nagyon, hogy amikor alapból elénekedtük adatot, és szó volt a klip forgatásról, és tudtuk azt, hogy itt nem lehet úgy nagyon mosolyogni, meg aranyoskodni egymást. Itt tényleg az a kőkemény tűz, szenvedély, és ennek kell átjönnie egy koreográfián keresztül is. Egy picit úgy álltunk elé, hogy nem tudtuk, hogy milyen lesz valójában, csak tudtuk, hogy milyen érzéseket kell éreznünk közben, és egyébként az első pillanatok, ez már a táncpróbán is abszolút megvolt az a tűz, amit végül a klipforgatásban sikerült beletenni, úgyhogy emiatt gondoljuk azt, hogy az is van bennünk kis szenvedély is. És mikorra várható a következő közös dalotok? Nagyon sok minden van készülőben egyébként, közös dal is természetesen. Most lehet, hogy a sorrendben egy-egy szóló fog találni, de mondom, ez még nincsen kőbevésve, tehát, hogy így több dal is van a fiókban, és még magunk se tudjuk azt, hogy melyiket válasszuk, de mindenképpen választani fogunk egyet, és hamarosan ki is fogunk vele jönni. Így van, de addig is feldolgozásokkal mindenféleképpen készülünk, most is készül egy, úgyhogy azzal nem sokára érkezünk. Így van, már felvettük hozzá a videót, igen. Úgyhogy a héten az is jön majd. Egyébként egy a cappella feldolgozás.
Az izgalmasan hangzik, úgyhogy azt akkor mindenképpen megnézzük. Most pedig visszaadom nektek a terepet. Én már hallottam, hogy miket fognak játszani, és még jobb lesz, mint az első blokk, úgyhogy alig várom. A terepet egyébként nagyon szeretnénk megköszönni a Japanikának. Ha gondoljátok, rendeljetek egy kis sushit, hogy még jobb legyen az előadás, miközben hallgatjátok Yaoi-kat, úgyhogy én már megyek is innen, és további jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen! Akkor mi folytatnánk is. Mivel folytatjuk? Love. Igen, ez a hányadik mashup, ez a harmadik mashup feldolgozásunk volt. Ennek választottunk egy témát is, mégpedig a szerelmet, ugye magától értetődő, és olyan dalokat gyűjtöttünk össze ebbe a feldolgozásba, ebbe a mashupba, amiben szerepel a szerelem szó bármilyen nyelven, de legfőképp magyarul és angolul, igaz? Igen. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel! A szerelem jó, a szerelem fáj. A szerelem szép, a szerelem fáj. Szerelemre hangolva, vár csak minden dalban értünk szóra. Love me tender, love me sweet, never let me go. Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. I love you. Szégyellem, de kell, lesz piszkosú. Szerelmes vagyok beléd. Te beléd, te beléd. Szerelmes vagyok én. Szerelmes szívek, a párnán díszek. Where is the love? Love me, say that you love me. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakpart. Szerelem utolsó vérig. Szeretlek az utolsó percig, száguldás. Pozs ez szerelem, száguldás. Pozs ez szerelem, fáj. Me, somebody to love, fáj. Me, somebody to love. Pont szerelem, bolondos mosolyod, úgy ég szívem el. I love you, you love me. Ennyi történt, sajnos semmi más. And I when a man loves a woman, you put my love on top, baby, 'cause you're the one that I love, baby, you're the one that I need, you're the only one I see. Finally, you put my love on top, baby, 'cause you're the one that I love, baby, you're the one that I need, you're the only one I see. Finally, you put my love on top. Hakni in. Köszönjük szépen a drága virtuális tapsokat újfent. A következő dalunk pedig egy olyan dal, ami az én legutóbbi szólódalom, illetve nem teljesen szólódal, mert egy feat-ről beszélünk. Körülbelül egy fél évvel ezelőtt jelent meg a Találkoznánk című dal, amit Pribelszki Norbi barátommal együtt adunk elő, és egyébként talán az eddigi legsikeresebb dalaim közé sorolnám, amit így saját magam, illetve Ferenc Péter Pít barátommal együtt szereztünk. Rádiós toplista, Petőfi Rádiós első helyezettként azt gondolom, hogy ez számomra nagyon-nagyon nagy elismerés és visszaigazolás volt, hogy valami jó út, jó fele haladunk, úgyhogy most ez a dal fog következni akusztikus formában. Találkoznánk, amit természetesen, mint ahogy a többi dalt is megtaláltok mindenféle platformon, ez itt a reklámhelye, úgyhogy most jöjjön a Találkoznánk.
Beletettem mindent már, kiderült, hogy várni kár. Te megtetted mással, s az új dobással végleg megloptál. Végbe mente, amit terveztél, volt-e bármi, amit élveztél? Most hazug nyelvvel mondod, hogy nincs is gondod, kösz, hogy kérdeztél. Ha találkoznánk még egyszer, biztos másként ébredsz fel. Könnyekkel bánnál két szemed, hogy azt mondtad, most ég veled. Ezerszer volt rá alkalom, hogy fáj, de többé nem hagyom. A bal kéz viszlát én neked, jobban írom az életet. Na-na-na, 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 na-na-na. Figyelj rá, mondok valamit, anya sem szeretett és utáltak a spanok is. Talán én magam is, de itt ott jel egy valamit. Az üreséget a szívemben hallom még a szavait. Amikor álmaimban megjelensz, még látnak, még mindig nyoma marad bennem, a viszlátnak. Hiába tudom, hogy belül egy kicsi lány, de a tested, az agyamat, minden éjjel teljesen kicsináltam. Én ma megfogadom, hogy amíg dobogok kitepent, addig kutatom. Egy kicsit utazom, én is a tudatom. Néha fáj még az, hogy neked nem mutatom. Elment a testem már távol, a lelkem az mégsem. Engem szétszedhetném az egészet. Ez az érzet már végleg megmérgez. Felégetnék mindent, remélem megértesz. Ha találkoznánk még egyszer, biztos másként ébredsz fel. Könnyekkel bánnál két szemed, hogy azt mondtad, most ég veled. Ezerszer volt rá alkalom, hogy fáj, de többé nem hagyom. A bal kéz viszlát én neked, jobban írom az életet. Bravo, bravo, bravo. Én bravo. Voltam Pribelszky Norbi most. Pribelszky Victoria. Most én rappeltem, hát nem. Igen, olyan jó. Olyan furcsa, de... így tapsok nélkül, nem? Igen, pedig nagyon. Valahol már megszoktuk, de valahol mégse. Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy személyesen is fogunk tudni majd találkozni minél többet. Így van, de érezzük a jelenléteteket, és nagyon köszönjük, és hálásak vagyunk, hogy néztek minket, hogy itt vagytok velünk. Most pedig szintén egy saját dal fog következni, ez már egy szóló nóta, ez még a tavalyi év májusában jelent meg, és az volt a címe, vagyis még most is az a címe, hogy Rabod vagyok, ez egy kicsikét ilyen funkisabb nóta, régi szerzemény, amit szintén Ferenc Péter Pitt barátommal készítettünk, úgyhogy most ez a dal fog következni, fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel. Feszül a húr, lazul a lánc, már nem menekülök, már nem menekülsz tovább. Dobog a szíve, ma úgy zakatol, érzem hív a veszély, ne félj. Lassú szikra, ma lángra gyújt, csak tovább, tovább. Hosszú éjszaka vár. Nézd, közel az ég, szabad ma minden apró őrültség. Rabod vagyok, éjjel őrült táncot, sporró véred adod. Én hagyom, éjjel újra érzem, izzó véret hív, szétszakít, megvadít. Táncz, táncz,
szakít, megfadít, végtelen a tánc, a tánc. Feszül a hún, lazul a lánc, már nincs hova futni, nézd, az idő megáll. Lobog a tűz, a szívem zakatol, érzem, hív a veszély. Ne beszélj, lassú szikra, ma lángra gyúl, csak tovább, tovább, hosszú éjszaka vár. Nézd, köze az ég, szabad ma minden apró őrültség. Rabó vagyok, ilyen őrült táncot, sporró véled adod. Én hagyom, ilyen újra érzem, izzó véred hív, szét szakít, megvadít. Szakít, megfadít, végtelen a tánc, a tánc. Én már tudom, mi lenne megoldás, egy ilyen tapsgép, amit így bejátszanak a fülünkbe, amit igen, csak mi hallunk. És... ó, köszönjük szépen! Köszönjük. Pont, ó, van ilyen gombod? Fú, nagyon nagy. Nagyon nagy. Na, következő dal. Mondod, kicsim? Mondjam, mert elfáradtál egy kicsit. Igen. Jól van, mondom. Ez a dal szintén egy mashup. Most a Disney medlinket sajnos nem hoztuk el, pedig elhozhattuk volna, mert a biztos gyerekek is néznek. Ez a dal, ez akkor született, ez a feldolgozás, amikor, nem is tudom, amikor hát igen, a második mashupunkat készítettük, és azon gondolkodtunk, hogy mi lenne a megfelelő téma. Mostanában ugye otthon ültünk, hát mi lenne jobb, mint az élet. Most olyan dalokat gyűjtöttünk össze ebbe a mashupba, amiben az élet szó szerepel, magyarul, angolul, bármilyen nyelven, mindezzel erőt adva nektek, mindenkinek, hogy tartsatok ki, mert mi már nagyon reméljük, és bízunk benne, hogy hamarosan véget ér ez a helyzet, és találkozhatunk veletek, és minden rendben lesz. Elmondod, hogy ezt hogy fogjuk játszani, ezt a dalt? Mert nagyon érdekes ám, és én is mindig így hallgatom. Ja, igen, ez a műsor... ban lévő dalok közül egy rendhagyóbb dal, mert ezt most loopolva fogom eljátszani, tehát az azt jelenti, hogy itt fel fogom venni a gitárt élőben, ami körbe-körbe fog menni, tehát hogyha valaki több gitárt hall egyszerre, az nehogy azt higgye, hogy én most playbackelek, vagy bármi ilyesmi van, itt minden live élőben megy, csak van itt egy ilyen kis szerkezet, hogyha az a kamera így most így le tud nézni, akkor így látszik, hogy ez egy ilyen nagyon szuper kis pedál, és ez tud olyat, hogy belúpolja azt, amit játszok. Úgyhogy most ezzel fog jönni az életmesebb. Nagyon izgalmas. Most ironikus voltál? Nem, tényleg nagyon szeretem, amikor csinálod ezt a lúpolást. Vagy bármit ilyen is jelentse az. De mindjárt csak mit. Thank you.
adhat még neked reményt és szép éveket. Életed úgy él, mint a ma lenne az utolsó éjszaka. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. Mennyivel könnyebb volna, hogyha két életem volna, egyet örökre odaadnék neked. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. Hidd el az élet köztünk szép, ne add fel testvére, de nincs, megtalálod az igazi fényt. Ha az életben nincs már több móka, meghalunk, mintha nem volna. Több dolgunk a világos, édes lenne a halál. No hát ilyen értelemben. Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Az új élet vár, felejtse minden. Live la vida loca. Arriva! Köszönjük szépen! És hát elérkeztünk a ma este utolsó dalához, illetve a második blokk, meg ugye a ma este utolsó dala is egyben. Egy olyan dallal szeretnénk búcsúzni, ami szintén a Sztárban Sztár Leszek című műsorban hangzott el anno. Ráadásul nem másnak az előadásában, mint a 2019-es Sztárban Sztár Leszek győztesének, Békefi Vikinek. Nagy tapsot. Oh, what's jó. És ráadásul ez egy olyan duett volt, ami... Ami, igen. Ugye duetteztünk, és Gangsta Zolival adhattam elő, és nagyon menő volt, nagyon szerettem. Most te leszel az én Gangsta Zolim, ugye? Gangsta Zoli. Várj, ezt eltüntetem. Fú, nagyon szeretjük ezt a dalt, nyugodtan lehet táncolni otthon, hogyha úgy gondoljátok. Egy felhő, mi lesz hát közénk, s mi felszálltunk rá, oly könnyedén égő vár. Mattáncot jár, a buli indul, nincs kiszállás, szárnyadék, de nincs leszállás, égő vár. Mattáncot jár. Ha lemegy a nap, te eljössz mindig hozzám, kéred, hogy menjünk el már az éjszaka vár. Egész héten vártam, hogy találj rám, de izgulnom kell, mert eljöttél végre már. Szexuálok kezdtem, és kezdek feledni. Régi lemez újra indul, tudom jól, de így van ez jó. Felszálltunk rá, oly könnyedén égő vágy. Vattáncot jár, a buli indul, nincs kiszállás, szárnyadék, nincs leszállás, égő vágy. Vattáncot jár. Nem hiszem, hogy az éjszakáknak vége, oly jó az az álom, s én annyira várom az új estet, a rossz kedvedet jégre. De izgulni kell, szeressél újra már. Szexuálok kezdtem, és kezdek.
lemez újra indul, tudom jól, de így van ez jó. A gondjaimat üzd el. Egy fiú kell, aki egy kicsit szexis. Ha nem ezt mondok, újra kezd. Így gyerünk, gyerünk, kezdeket a magasba. Gyere, Pepi, lassíts, mert jó most a buli. Hát mindig megkaphatom minden nevet, ez a tuti. Itt nincs harc, tudod, itt nincs erőszak. De amit hallasz, az a gangster hip-hop. Ne hitt, hogy vak vagyok, látom, hogy remeg a lábad. Annyi pontok, hogy éljön márnak. Mindenki nyer, senki sem veszít. Te vagy az a nő, aki engem felhet. Jött egy felhő, mi leszállt közénk, mi felszálltunk rá, oly könnyedén égővá. Vadtáncot jár, a buli indul, nincs kiszállás, szárnyad ér, de nincs leszállás, égővá. Vadtáncot jár, jött egy felhő, mi leszállt közénk, mi felszálltunk rá, oly könnyedén égővá. Vadtáncot jár, buli indul, nincs kiszállás, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük. Drága emberek, peoples, köszönjük szépen a figyelmet. Mi voltunk itt a színpadon. Békefi Viktória, Baki József. És Fengi Jáó. További szép estét szeretnék kívánni mindenkinek. Estét. Átadjuk még a szót? Nehogy meneküljetek, még mert még 3-4 kommentünk érkezett, és nagyon szeretnének tőletek néhány kulisszatitkot megtudni a nézőink. Az kizárt dolog, hogy ezt elmondjuk. Azt. Hát pont hozzád irányuljál az első kérdés. Azt kérdezi egy kedves kommentelünk, hogy te hogy szoktál zenét írni? Mi a rituáléd? Rituálé? Vagy a menete? A menetrend, a rituálé és a folyamat, mindenre kíváncsi. Hát ez változó, attól függ, hogy melyik dalról beszélünk. Volt olyan dal, ami először az alap, amire először az alap született meg, tehát ugye a maga a zene, és utána született meg egy dallam a tetejére, majd arra a szöveg. De volt olyan dal, mint például a Találkoznánk, ahol a szöveg született meg először. Tehát volt nekem egy ilyen, hogy ha találkoznánk még egyszer, és akkor arra igyekeztem találni egy ilyen jó hangzatos rímet sorral, ez lett a biztos másként ébredsz fel, és valahogy ezt a két sort sikerült úgy átkonvertálnom, nem akarok nagyon szakmain fogalmazni, de nem tudok egyszerűen máshogy, átkonvertáltam ritmusra, dallamra, és nyilván bevettem azt, hogy manapság azért mik azok a menő pop dalok, amik manapság így mennek, és megpróbáltam úgy megformálni a dolgot, hogy így mindenkinek tetszen, de közben én is maradjak. Tehát, hogy egyébként változó, de változó. Igen. Azt is kérdezik tőletek, hogy mi lenne az álomkoncertetek, mert ugye említettétek, hogy nem voltatok még nagyon együtt koncerten. Hova mennétek el együtt mind a ketten szívesen? Ó, erről még nem is beszéltünk. De, beszéltünk. De égő, fia, akkor mondd már el. Ajaj. A saját koncertünkre szívesen elmenni? Nem, mondjad már, Cuki, mert tényleg hát én nem. A fesztiválokat mondtam, hogyha... De hát azt kérdezik, hogy milyen belül... koncertre. Hát jaj, hol? Most be akart égetni, hogy hogy nem figyelek, nem, mi. Nem. Egy jó Pete Project koncert? Voltunk Pete Project koncerten, és úristen, de tényleg, jó volt. Nagy olyanra elmennénk, igen. Meg a Horváth Tominak a koncertjére nagyon szívesen elmennénk. Nagyon szeretjük őt is, igen. Vikihez is érkezett egy külön kérdés, hogy lesz-e vajon valaha CD-d, készülsz egy teljes nagylemezzel? CD-m, nagylemez, pont tegnap beszélgettünk erről, hogy vajon mit is jelentett, majdnem, hogy vajon mit is jelentett manapság már ez, hogy CD, meg ugye nagylemez, de én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy persze folyamatosan készítjük a dalokat, a duetteket, és például most fogok felénekelni egy demót szólóba, szólódal ötletnek. Jaoval is beszéltük már, hogy mivel ő ismer engem a legjobban, ezért ő mondjuk ír nekem egy szólódalt, ami totálisan én vagyok, és abban még bele is tudok nagyon-nagyon durván szólni minden este, meg minden reggel, amikor föl kell, meg ilyenek. De én ezt megelőzöm azzal, hogy általában úgy írom meg, hogy ne szóljon már bele.
mert jaj, most mindenki azt hiszi, hogy ilyen izé vagyok, terrorban tartanak, közben hát nem így mondanám, van. Nem mondanám, hogy a karácsonyi dalunk hogy született. Nem igaz, nem igaz. Nem. Na, szóval igen, igen, nagyon, nagyon tervezek több dallal is kijönni szólóban is, meg a duett projektünket is csinálni tovább. Szintén hozzád szól egy musical rajongó kérdése, hogy melyik a kedvenc előadásod, amiből bármikor boldogan énekelnél? Bármikor boldogan... hát az a helyzet, hogy az összeset imádom, de talán most azt tudnám ki... Elizabeth! Nem, abban nem játszom pont. De hogy van egy darab, amit még tavaly kaptam meg ezt a szerepet a Madách Színházban, és iszonyatosan boldog voltam, a Tanulmány a nőkről című musical, és abban ilyen régi slágerek vannak, és állandóan abból énekelek. Szóval ez nem is musical, amit így énekelnék, de hogy a Kádban, a mindenhol ezt énekelem, ő meg rám száll ilyen pom-pom-pom kíséretekkel, mert ezt szokta csinálni. Szóval a Tanulmány a nőkről az most az egyik nagy kedvencem, illetve a Tesla musical, amit egyébként Pestre is fogunk hozni. Nyilván hát Pesten játsszuk a legtöbbet, de hogy mindenfelé visszük vidékre is. Nagyon remélem, amint beindul a történet. Az élet, igen. Hát reméljük, hogy láthatjuk azt is élőben, illetve titeket is hamarosan a színpadon. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük Józsinak is, hogy zenélt veletek. A technikusunknak is nagyon szeretnénk megköszönni, illetve a Japanikának a helyszínt. Igen, nagyon szépen köszönjük mi is. Nagyon szépen ismét köszönjük. Találkozunk, akkor egy újabb fellépővel fogtok megismerkedni. Nektek pedig nagyon-nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, és kellemes estét. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!